Ezeket a bankjegyeket és pénzérméket a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium és általános iskola diákjai és pedagógusai gyűjtötték össze. A pénztörténeti tárlat közreműködője volt a Józsa András Múzeum, amely tavaly a forint 70. évfordulójára készített egy kiállítást az intézmény 40 ezeres numizmatikai gyűjteményéből. Ebből indult útjára egy vándorkiállítás, amelyet az ország számos pontján láthattak az érdeklődők. A plakátokon a forint történetét lehet nyomon követni, a Horthy korszakban használt pengő a II. Világháború után teljesen elértéktelenedett. Ezt a hiperinflációs valutát váltotta fel akkor a forint. A politikusok akkor úgy gondolták, jobb, ha Károly Róbert liliomos aranyforintjáig nyúlnak vissza. Ha visszatekintünk a középkorba, ugye jóval nagyobb múlttal rendelkezik a forint, mint fizetőeszköz Magyarország történetében. 1325-ig kell visszamennünk, amikor Károly Róbert bevezeti firenzei mintára az aranyforintot. Ez a valuta több száz éven keresztül fennállt, majd jött a három része szakadt ország, utána a talérkorszak következett. Ma Mária Terézia ismét visszahozza konvenciós forint formájába 1750-be, a Kossuth bankok is a forint címletek voltak, aztán jött a korona, a pengő, majd végül ismét 1946-ban visszatértünk a forinthoz. A forintnál már vigyáztak arra, hogy ne inflálódjon. 1946-ban mindössze három címlete volt a papírpénznek, 10-es, 20-as és 100-as. Ezeken a papírpénzeken, majd a bankérméken is mindig egy magyar nemzethez kötődő személy vagy jelkép jelen meg. Bár minden nap használjuk a fizetőeszközt, keveset tudunk róla. A kiállítás egyik célja, hogy ez megváltozzon. Fontos, mert gyakran ugye kvízkérdések során is szembesülünk azzal, hogy amikor fölteszik nekünk a kérdést, hogy például a pénz hátoldalán milyen épületek láthatók, vagy kit ábrázolnak az egyes bankjegyek, nem tudják az emberek, és ezt a kis hiányt szerettük volna ezzel pótolni, mind a mellett, hogy értékes grafikák készültek. A grafikák alkotója Kopriva Attila kárpátaljai képzőművész. A pénztörténeti vándorkiállítás utolsó állomása a Nyíregyházi Oktatási Intézmény. Itt két hétig látható a tárlat. A forint történetéhez kapcsolódva egy kvízjátékot is indítottak az iskolában, hogy így még inkább megismerjék a tanulók a fizetőeszközt.